Másfél hónap kényszerszünet után, ha lassan is, de újraindul az egészségügyi alapellátás. Már találkozhatunk a házi orvosunkkal, dolgoznak a fogorvosok, szájsebészek és a szakrendelőkbe is elmehetünk. Fontos azonban, hogy csak azokat fogadják, akik előtte telefonon időpontot kapnak. A stúdióban itt van már Kámán Attila szájsebész fogorvos, a vezető Magyarországi Fogászati Rendelők Egyesületének elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Hát mennyire rohanták meg a rendelőket a páciensek, van-e már tapasztalat? Azt gondolom, hogy egy picit azért óvatosan jelentkeznek. Az első néhány telefon azért elindult. Hozzá kell tenni, hogy mi az elmúlt 6 hétben is dolgoztunk, és az akut ellátásban részt vettünk, tehát a foghúzás, gyökérkezelés, amit a jogszabály engedett, azt eddig is elvégeztük, és nem hagytuk cserben a pácienseinket. No, mi a teendő most? Tehát, hogyha valaki szeretne bejelentkezni időpontra, mit tegyen? Az első kontakt egy telefon, ahol általában 3-4 kérdést kap a páciens. Volt-e láza, köhögötte az elmúlt 2 hétben, találkozott-e olyan személyekkel, akik potenciálisan lehettek. Ha ez mind negatív válasz, akkor jöhet be a rendelőbe, ott ugyanezeket a kérdéseket megkapja, kitölti a kérdőívet, lázat mérünk, oxigénszaturációt mérünk, és utána kaphatja meg a kezelést, amire szüksége van. Fel vannak készülve egyébként arra, hogyha mondjuk pozitív beteget kellene kezelni? Tehát a rendelőintézetek többség ez hogy áll ezzel? Mert feltételezem, ugye nem csak a koronavírus járvány idején találkoznak fertőző beteggel. Tehát jogszabály szerint minden rendelőnek kötelező ellátni éces és hepatitis C-vel rendelkező beteget. Tehát ez a mostani rendszer, hogy szkafander, szemüveg, dupla kesztyű, maszk, pajzs, ez rendelkezésre kell, hogy álljon minden rendelőbe, mert gyakorlatilag nekünk nincs olyan hét, hogy ne lenne ilyen betegünk, és az összes asszisztensnő fejből tudja ezeknek a protokollját, hogy kell lefertőtleníteni előtte, utána. Igazából ez csak a kérdőivel és a páciensek beérkezésével változott, az összes utána lévő protokoll az ugyanolyan. Hogyha valaki gyanús, tehát hogyha a kérdőívet kitöltették vele, és mondjuk a válaszokból arra következtethetnek, hogy esetleg fertőzött lehet, akkor elküldik őt tesztelni, vagy a házi orvoshoz? Mi a menet? Hát ugye házi orvos teszt bizonyos esetekben, amikor úgymond a páciens életét veszélyeztetheti, hogyha nem látjuk el, akkor el kell látni, még akkor is, hogyha esetlegesen pozitív teszt gyanús. Nagyon fontos szektor vagy szegmense a hazai fogorvosi ellátásnak. A fogturizmus rendkívül jelentős bevételt produkáltak már a tavalyi évben is. Egészen pontosan mekkorát is? Mi kb. 100-120 milliárdra tesszük ennek a szektornak a bevételét, és ugye gyakorlatilag mindenki azt mondja, hogy milyen jó a fogorvosnak, persze nagyon jó, de ez kb. 2000 fogorvos, a hozzátartozó szakszemélyzet, asszisztensek, fogtechnikusok, ebbe a körbe a szállodák, a sofőrök, a taxisok, tehát én azt gondolom, hogy ez 80-100 ezer ember életét érinti direkt vagy indirekt módon Magyarországon. Honnan fogadtak egyébként pácienseket? Gyakorlatilag egész Európából. Viszonylag kevesebb német jön az utóbbi 10 évben, de angol, francia, skandináv, tehát még ugye a tengeren túlról is. Ez az egyetlen szegmens, azt gondolom, lehet, hogy van még, és én rosszul tudom, amiben Magyarország abszolút piacvezető. Tehát a világ piacvezető fogászati nagyhatalma, ez Budapest. Budapest és Magyarország. Azért, hogy egy összehasonlítás, hogyha Németországot nézzük, amelyik egy fejlett egészségügyel rendelkezik, az a behelyezett fogászati implantátumok darabszámát tekintve Magyarország 50%-kal többet végez, mint a jó fejlett egészségügyű Németország. Azért azt gondolom, hogy ez valamit jelenthet. Ugye bár a rendelők újra nyithattak, de ugye a határkorlátozások még érvényben vannak, tehát utazni külföldiek ilyen céllal még nem tudnak Magyarországra. De az újraindulásra hogyan készülnek egyáltalán? Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni az újraindulás tekintetében? Én azt gondolom, hogy a szállodáknál az első fecskék a mi betegeink lesznek, és nagyon-nagyon fontos lesz az időpont megválasztás, hogy a járvány szempontjából mikor nyithatunk, de ugye a mi turistáink szempontjából pedig ugye a környező országok azért ebből a tortából szeretnének egy szép szeletet kihasítani, úgyhogy lengyelek,
Bulgária, Horvátország és főleg Törökország elég nagy erőket. Törökországban nagyon komoly állami támogatás van a fogturizmus elősegítésére. Kitől függ, hogy ez mikor indulhat újra Magyarországon? Vagy önök például kezdeményeztek-e konzultációt más szakmai szervezetekkel, érdekképviselőkkel? Én azt gondolom, hogy figyelemmel kell lenni a járvány helyzetére. Ez az én magánvéleményem, hogy Magyarország, és ezt én több mint 10 év tapasztalatából mondom, hogy a magyarok génállománya az egy nagyon jól összetett génállomány. Jobban gyógyulunk, mint mondjuk egy angol. Ez csak egy empirikus megállapítás, nincs tudományos alapja. Van egy BCG oltás, és azt gondolom, hogy jól sikerültek a megszorító intézkedések, és a járvány az pillanatokon belül el fog tűnni. Sokan tartanak a fogászati beavatkozástól, mivel egyébként már kezdetektől fogva ugye ezt ilyen kiemelt kockázatú beavatkozásként értékelték. Ön hogy látja, mennyire nagy a fertőzés veszély? Ha maximálisan betartjuk azokat a szabályokat, amiket ilyenkor be kell tartani, és hogy ezek nemzetközi standardek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezt most Magyarországon, nekünk vannak Svájcban, Angliában rendelőnk, a svájci rendelők is elindultak, a német rendelők be sem zártak, tehát ha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor ezt minimális kockázaton lehet tartani, ezt az egész fogászati kezelést és a körülötte lévő történet. Hogyha azt mondja, hogy voltak, akik folyamatosan praktizáltak és gyógyítottak vagy elláttak betegeket, onnan van tapasztalat, hogy mondjuk az orvosok vagy az asszisztensek körében milyen volt a fertőzöttség? Én nem tudok. Lehet, hogy van. Magyarországon én nem tudok aktív orvos és orvosi kör, fogorvos és fogorvos asszisztensnő fertőzöttet. Lehet, hogy van. Gyakorlatilag ugye itt egy akut ellátásról szólt, és azokat a pácienseket el kellett látni, hogy mi ezt tovább tudjuk vinni, egy praxisnak a léte forog kockán ilyenkor, és igenis meg kell tiszteljük, és meg kellett tisztelnünk a pácienseket, hogy mi ellátjuk. Nálunk egyébként ez úgy történt, hogy aki vállalta, fogorvos asszisztens, az volt ebben a rendszerben, és az volt ennek a rendszernek a részese csak. Doktor úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.